Vigyázz az éró feliratú cuccokkal! Szervusz! Nos, ugyebár vannak az édesítőszerek, mesterséges cuccok, és van a normális cukorrépa cukra, stb. Az a baj, hogy a mesterséges dolgok, amiket megeszünk, szinte soha nem fognak tudni kitisztulni a szervezetből, úgy lekötődnek, hogy csak na. Viszont a normális cukor az képes eltűnni a szervezetből, így kérlek, vigyázz ezekkel a dolgokkal. Lúbázz meg be a szervezetbe. Szóval, ami természetes, az jó, ami meg mesterséges, az rossz, ugye? Ezt már hányszor elmondtam, hányszor kitárgyaltuk, ugye? Mert ami természetes, az jó, ugye? Tehát ugye a szar is természetes, azt már ezt mondtam, pászol, meg az urán, meg a kígyóméreg is, meg tudtátok, hogy legtöbb kultúrnövény, dísznövény az mérgező? Ha? Már ha itt tartunk, tehát itt van a tiszafa, itt van a aranyeső. Körül vagyunk véve, csupa-csupa-csupa mérgező növények. Itt van ez a kis tűztövis, vagy madárbír, és ez a kis apró narancssárga bogyójuk is, akármicsoda, az is mérgező. Na, és ez mind természetes dolog. Ezt meg honnan a faszból szedi elő bárki is, hogy a természetes az elraktár, vagy a mesterséges elraktározódik a szerv. Miért raktározódna el? Vagy hogy? Vagy mi? Miért ne tudna kiürülni? És mondjad már, a természetes molekula, ami ugyanaz kopra, mint a mesterséges molekula, tehát ugyanabból, azokból az atomokból épül fel. Tehát ugyanaz. Az miért viselkedne másképp? Másképp a szervezetünkön belül. Tehát belső szerveink nem fasiszták, hogy származás alapján különböztessék meg a molekulákat? Vagy igen? Gyerekek, ne olvassatok már ilyen hülyeségeket, bazd meg, hogy Szendi, meg paleolit geci, meg bazd meg pálmalevél geci. Ó, öcsém. Bearanyozta a napom most is valami hülye. Nevet nem jegyzek meg, mert különben se érdekes. Na, szegény szerencsétlen, ugye csőbe húzták a pálma levelével, és még el is dicsekszik vele. Tehát, ugye ez a pálma levél sztori, aki nem ismerné, ez ugye arról szólt, még az a 2000-es éveknek az elején volt, hogy kitalálta valaki, hogy Indiában ilyen titkos könyvtárakban, titkos pálmaleveleken meg van írva, mit tudom én, hány millió embernek a sorsa. Tehát ezt már évezredekkel előtte megírták, még akkor meg sem született embereknek a sorsát, pálmaleveleket, és akkor ezeket a pálmaleveleket, ezeket meg lehet kerestetni, és akkor hát természetesen jó pénzért, mert hát ugye Indiába utazgatni az költség, és meg különben is, hát na, tolmács, meg stb. Stb. És akkor ha elküldöd az új lenyomatodat, meg a nevedet, meg a címedet, akkor néhány héten belül megkeresik neked, ja, meg persze a pénzt, néhány héten belül megkeresik neked a személyre szóló pálmaleveledet, és akkor felolvassák, és akkor hű, mert megvan benne írva a sorsod. Azt írja a srác, hogy azért, mert hogy a szcientológia az nem is olyan baromság, mint ahogy én mondom, mert vannak benne olyan dolgok, amik nem baromságuk, de érdekes módon egyetlen egy példát sem hozott fel, tehát most itt hagyott engem teljes kétségbe esett bizonytalanságban, mert hogy mégis lehet a szcientológiában valami, csak én nem tudok róla, hát úristen. Na. És akkor elmondta, hogy csak azért, hogy felvilágosodottabb legyek, hogy nyitottabb legyek, hogy ha akarom, összehoz azzal az emberrel, aki majd megkeresi az én pálmalevelemet is, amiben az én sorsom meg van írva. Jaj, bazd meg, tehát
Komolyan mondom, ezt már szétflémeltük, ezt a témát, kb. 10 évvel ezelőtt. Ez akkor volt újdonság. Tehát, és még most is vannak olyanok, tehát azóta már ugye 50 millió cikk született, tehát legalább annyira híres csalás a pálmalevél, mint a nigériai levél. Tehát beírod az izébe, hogy Nigerian scam, azt akkor adja rá a találatokat. A pálmalevél az egy tipikusan magyar specialitás volt. Ugye, mert elmondták azt is, ugye, hogy van egy nemzetközi ilyen pálmalevelekkel foglalkozó szövetség, azt érdekes módon, ugye kerestünk rá a Google-ba, azt nem találtunk benne semmit. Tehát ilyen nemzetközi szövetséget, ráadásul ugye ennek a szövetségnek a nevére hivatkozva csupa magyar találatot dobott ki. Tehát kurvára nem tudtak erről a világban sehon, csak Magyarországon. És volt egy magyar fickó, valamilyen Tamásnak hívták, ez magát a pálmalevelek nagykövetének apostrofát, és akkor ő csinált ezt a csalást. Nem tudom, hány embert keresett elő, ugye médiasztárok támogatták ezt a hazugságot, ugye RTL Klub, TV2, ugye felzárkózott hozzá, ugye Josi barát, meg Sebestyén Baláska, meg hát az összes ilyen hülye majom, meg Győzike, tehát, meg Pataki Attila, tehát az ilyen celebek. Kovács Ágnes, olimpiai úszó, meg Varga Metodika, stb. És akkor ugye, tehát, na hát akkor biztos van benne valami, hát hogyha Sebestyén Balázs mondja, akkor tuti. Nem, mintha nem ő csinálta volna a legnagyobb átbaszásokat, ugye készátverést, meg minden, de hogyha ő azt mondja, hogy oké. Érted. Na szóval, a pálma levélbe bazd meg, megvan írva a sorsok, és mondom, ez már tehát 10 évvel ezelőtt kiderült, hogy az egész nagy humbug, csak most szerepet cseréltek, most valaki megint kitalált, hogy ezzel megint át lehetne baszni néhány embert. Mert hogy honnan tudna, tehát az az év, hogy honnan tudnának róla olyan dolgokat, amelyek meg vannak írva a pálmalevélbe, felolvastak róluk olyan személyes dolgokat, amit máshonnan ő szerinte nem lehet tudni. Például, hogy az ő testvérének milyen gyulladásos bélbetegsége van. És akkor a krónbetegséget hozta fel, ami olyan népbetegség, hogy szerintem elhajítok egy követ, eltalálok egy krónost. Nekem is van. Tehát minden harmadik embernek van krónbetegsége. Tehát ha hazudok egyet, kamuzok, vagy blöffölök, akkor olyat blöfföljek már, amire nagy valószínűséggel ráhibázok. A másik dolog pedig, hogy az, hogy honnan lehet tudni, hogy az ő bátyja krónbeteg. Hát az emberek nem nagyon szoktak belőle titkot csinálni, hogyha valamilyen krónikus betegségük van. Igenis szeretnek elpanaszkodni vele, hogy nekem mit fáj, engem mennyiszer műtöttek, nekem milyen izém van, akármicsoda, le vagyok százalékolva, és azt elmondja a családtagjának, tudja az összes tud róla az összes barátja, tud róla az összes Facebook ismerőse, még néhányszor el is hinti a Facebookon az üzenőfalon, vele kapcsolatba keresgél a Google-ba, mindenféle alternatív gyógymódok után kutat, ezeknek nyoma van. Elmondja a fodrászának, hogy ő milyen beteg, elmondja a zöldségesének, elmondja a hentesének, tudja János meg a város, hogy neki mi baja van. Kurvára nem nehéz ezt kideríteni egyébként, mert én megértem a srácnak, hogy egy jó csalás, egy olyan csalás, ugye, ami arra utazik, hogy jó sok pénzt kihúzzon a zsebedből, annak azért nagyon profinak kell lenni. Tehát azért, na most majdnem azt mondtam, hogy hülyeséggel nem lehet megetetni az embereket, hát azért a példa mutatja, hogy meg lehet igenis etetni hülyeséggel, de azért nem adja be olyan könnyen az ember a derekát, tehát el kell vele hitetni, hogy ennek van valami alapja. És ugye a legjobb dolog erre az, hogy előhúznak olyan személyes adatokat, ami úgy tűnik, hogy nem tudhat sehonnan.
Na most azért azt tudni kell, hogy vannak különböző trükkök, technikák, amit például az úgynevezett mentalisták használnak. A mentalisták azok a bűvészek, bocsánat, mentalista az nem olyan, hogy felsőbbrendű gondolatolvasó ember, nem. A mentalista olyan bűvész, aki a bűvészetnek azt az ágát űzi, ami mindenféle gondolatolvasáshoz, asszociáció, vagy ilyesmivel foglalkozik. De igazából ez nem gondolatolvasás, ez bűvészet. És van ennek technikája. Azt a technikát, amivel téged kivallatnak, egy ilyen puhatolózó, tájékozódó beszélgetés, vagy mert állítólag egy két óra hosszás interjút csinálnak Skype-on, hogy megismerhessenek téged, aztán, hogy megtalálhassák a pálmaleveledet. Két óra hossza alatt egy olyan ember, aki ismeri a cold reading technikát, amit hát magyarra nem nagyon lehet lefordítani, de úgy lehetne fordítani, hogy hidegolvasás. Tehát aki ismeri ezt a technikát, az mindent ki fog belőled szedni, úgy, hogy nem veszed észre. Ezt a dolgot Forer effektusnak, vagy Barnum effektusnak is hívják. Tulajdonképpen azt csinálja a beszélgetés során, hogy csupa olyan állításokat tesz, ami úgy nagy általánosságban majdnem mindenkire igaz. És tesz egy csomó olyan állítást a hidegolvasás közben, ugye, ez a beszélgetés, tesz egy csomó állítást, ami vagy igaz, vagy nem, de ugye, ami igaz, azt meg fogja erősíteni a partner. Tehát, hogy tényleg úgy van, igen, ön féljezett, ugye? Nem, én nem vagyok féljezett. Jó, akkor nem féljezett, akkor menjünk tovább, akkor már el lehet indulni ezen a logikai szálon másfelé. Ugyanúgy, hogy van testvére, nincs testvére, akármit ki lehet így barkópázni, úgyhogy nem fogja észrevenni az alany, hogy egyfajtában az orránál fogva vezetik. Ezt csinálják a jósok egyébként, tehát akik kristálygömbből jósolnak 5000-ért. Bemész a jósdába, van egy kis szantál füstölő, egy-két buddha szobor, meg egy kristálygömb, és akkor látom a jövőt 5000-ért, az meg látja neked a jövőt, csupa olyan általános dolgot fog neked mondani, amire aztán te rávonítasz. Jé, ez tényleg úgy van. És akkor a végén úgy mész el a jóstól, hogy ez mennyi mindent tudott rólam? A lófasz, semmit se tudott rólad, csak találgatott. Azt annak, amit kitalált, az csak a kérdéseinek csak a fele volt, vagy a negyede. Amit nem talált ki, az félre van dobva. Arról nem beszélünk. Ugye? Csak amit eltalált. Tehát hogyha tényleg húznánk a strigulákat, hogy ennyi kérdés volt, ebből ennyit talált, ennyit meg nem. Sőt, hogyha nem lenne semmiféle visszajelzés, tehát a partner nem erősít meg semmit, hogy van-e testvérem, férjezett vagyok-e, nős vagyok-e, mit tudom én, egészséges vagyok-e, beteg, hanem csak így próbálta teljesen ránézésre dolgokat írni, illetve mondani, akkor közel se lenne annyi találata, mint amikor van egy megerősítés. És mondom, hogy jé, ez tényleg így van. Igen. Mert már az egyik dologból, abból, hogy nős vagyok, abból egy csomó másik dolgot ki lehet következtetni. Ezt használják a jósokon kívül a pszichológusok és a rendőrnyomozók is. És legelőször egy P.T. Barnum nevű cirkuszos fejlesztette ki kurvára ezt a technikát, ezt a hidegolvasási technikát. Na, ez az egyik dolog. Tehát ez a dolgoknak az egyik vetülete, hogy onnan tudnak, és akkor honnan tudhat meg olyan személyes dolgokat, ugye, amit nem lehet hidegolvasással kitalálni, például a mennyasszonyomnak a neve. Vagy a mennyasszonyom aranyhörcsögének a neve. Na, itt kezdődik az, hogy így van egy kis vizet. Hogy amikor van ez a megismerkedős beszélgetés, hogyha felveszik az emberrel a kapcsolatot, elkérik a nevedet, a lakcímedet, aztán már ennyi körülbelül elég is,
Tehát, hogyha valakit be lehet határolni a neve meg a lakcíme alapján, akkor már többé-kevésbé megvan az illető. Tehát ki lehet nyomozni, és a nyomozás alatt most nem azt kell érteni, amit a levélíró is írt nekem, hogy most ezért fognak fogadni magándetektívet, kurva nagy pénzekért. Nem magándetektívet fogadnak, hanem magánnyomozásba kezdenek ők maguk. Olyan technikákkal, ami mindenki számára elérhető, például az internettel. Annyit csináltam, a levélírónak az e-mail címét, csak az e-mail címét, bevertem a Google-ba, néztem, hogy mit haigál ki. Nem egészen 5 perc alatt találtam 5 olyan weboldalt, ahol ő részt vett, mint nem tudom, mint valamilyen szerző, vagy fejlesztő. Akkor egy olyan hirdetési weboldalt is találtam, ahol például lakást keresett, és ott az is ott volt, hogy melyik megyében lakik, meg melyik városban. Sőt, ott volt a telefonszáma is. Kurva nehéz összekapcsolni egy olyan izét, például, hogy megadod valahol a nyilvános telefonszámodat. És akkor felhívnak, mit tudom én, telefonon, valamilyen ügynöknek kiadva magukat, és akkor kiszedik belőled mondjuk a személyes adataidat, hogy mit tudom én, lenne egy izé, egy személyes, személyre szabott ajánlat, mit tudom én, ami a feleségének, vagy a gyerekeinek, vagy mit tudom én, és akkor te véletlenül elköpöd magadról, hogy hát kérem, én nőtlen vagyok, meg nekem nincsenek gyerekeim. Vagy hogy vannak gyerekei? Igen. Na hát hány évesek? Elbeszélget az ember telefonon egy ilyen gyanútlanul, egy ilyen ügynökkel, aztán végül azt mondja, hogy köszönöm, de nem veszek semmit. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre áll, de a jövőbe sem veszek semmit, tessék ezt a számot elfelejteni. Jó, rendben van, akkor nem fogjuk legközelebb hívni. Aztán majd, mikor egy hónap múlva, vagy egy fél év múlva keresnek meg téged a pálmalevelezők, hogy szeretnék neked megkeresni a pálmaleveledet, akkor te nem fogod tudni összekapcsolni a két eseményt, hogy hoppá, ez a telefonhívás, ami egy fél évvel ezelőtt volt, egy valaki rám akart sózni valamit, az ugyanaz, mint aki most a pálmalevelet akarja rám sózni. És már tud rólam mindent, mert az összes személyes dolgomat elköptem már neki. Hanem csak elkezdek csodálkozni, hogy jé, honnan tud ez rólam ennyi minden? Hát nem tudhatja sehonnan. Hát dehogy nem. Felhívott telefonon, azt elmondtad neki. Ennyi. A másik dolog, hogy az interneten most már nagyon nehéz úgy meglenni, hogy ne hagyjál magad után nyomot. Mondom, itt van a hirdetés, hogy lakást keresel, aztán utána nagyon... A csalónak azt kell tudnia, hogy te mit szeretnél, utána már, ha tudja, hogy te mit szeretnél, akkor már véged van. Szóval nyugodjunk bele, hogyha nem vagyunk olyan internetfóbok, meg olyan gyanakvók, hogy mindig inkognitó módba böngészni, minden sütit törölni, minden böngésző után, stb. Akkor igenis egy csomó virtuális új lenyomatot hagyunk magunk után az interneten, amit bárki, ismétlen bárki, akinek van egy kis gógyja, szorgalmas munkával összeillesztgethet. Itt van egy dolog. Most ugye az ő e-mail címével ugye rákerestem egy Facebook profilra, beírtam a nevet, meg a várost. Egyetlen találatot adott ki, tehát erősen valószínűsíthető, hogy na mondom, ez a te Facebook profilod? Nem lehetek benne biztos, mert nem ismerem az arcát. De ha már találkoztunk volna személyesen is, és én ismerném az arcát, akkor 100%-osan be tudnám azonosítani a Facebook profilját. Mert tudom a nevet, meg tudom a várost. És honnan tudom? Onnan, hogy bazd meg a saját e-mail címéről írt nekem egy izét. Egy e-mailt. Ha meg esetleg volna róla egy fényképem is, fénykép alapján még jobb keresés lehet csinálni, mert itt vannak ezek a kurva arcfelismerő algoritmusok, meg itt van az egész világnak az adatbázisa. Ott van a Facebookon az arcfelismerő, meg az arc megjelölő, ott van a Google-ba az arcfelismerő, ott van a Google képkeresés, fogod, behúzol egy képet, ezért van az, amikor kiraknak egy izét, egy nyomorék vagy szerencsétlen gyerekről egy képet, vagy egy kutyáról, vagy mit tudom én, hogy sajnálni kell ilyen meg olyan csalás, és akkor egyből rávágom, hogy ez kamu, ez nem igaz,
mert ez a kép, ez más cikkhez tartozik, és akkor kérdezik, hogy honnan tudod, hogy meg is mutatom, hogy milyen cikknél jelent meg ez is ez a kép, tehát semmi köze a hoaxhoz. És akkor kérdezik, hogy honnan tudod, hogy ez a kép, ez honnan származik? Hát honnan? Megfogod a képet, belehúzod a Google-nak a képkeresőjébe. Azt akkor a hasonló képek, tehát keresés a kép hasonlóság alapján elkezdi kifele haigálni a találatokat. És megmutatja, hogy ez a kép hol jelent meg hányszor. És ha már valahol máson megjelent, akkor lehet azt tudni, hogy honnan származik a kép. Tehát ez nem nagyon lehet úgy eltitkolni a jelenlétünket. Tehát igazi, tehát hétköznapi normális embernek ugye nincs is rá oka. Tehát ugye, aki nem terrorista, meg köztörvényes bűnöző, annak úgy nincs rá szüksége, hogy ne hagyjon nyomokat, hogy jaj, én nem teszek fel magamról egy képet, mert engem köröz a rendőrség, azt akkor tudják, hogy hon vagyok. Vagy jaj, én nem mondom meg, hogy most mit vacsoráztam, mert akkor abból baj lesz. Nem, az embereknek a nagy többsége törvénytisztelő, normális állampolgár, nem törődik a másikkal, mindent megoszt magáról. És általában a Facebook profilok se titkosak. A legalapvetőbb dolgokat meg lehet belőle tudni. Jó, ha nem is az iskolát, meg a munkahelyet, mert azt mondják, hogy ezt bepipálom, hogy mit tudom én, csak az ismerős láthassa. De azért, hogyha szeretném, hogy mások is megtaláljanak, ne csak az ismerősök, akkor néhány dolgot azért muszáj nyilvánossá tenni. És például olyan dolgokat meg lehet tudni a titkos Facebook profilon, és hogyha például valaki Facebook profillal belájkol egy cikket. Tehát például én látom, hogy az egész Facebook profilja neki titkos, profilképe nincs is, csak hogy az alapértelmezett avatar, viszont látom, hogy Facebook profiljával 80 darab kurucinfo cikket belájkolt, meg 15 darab kurucinfo cikkhez oda kommentelt, akkor nagyjából többé-kevésbé belőlem bennem kialakul ő róla egy kép. Hogy ő egy milyen ember lehet. Hát, nem kell olyan nagy ész hozzá, hogy összerakja. És akkor lehet, hogy nem is tudom még se a polgári nevét, se semmit róla. De azt tudom, hogy érdemes nagy évbe elkerülnöm. Vagy azt is láthatom, hogy például, mit tudom én, belájkolja a horoszkópos oldalakat, meg a számmisztikás oldalakat, vagy olyanra keresek, olyan felhasználót keresek, akit látom, hogy vonzódik az ezoterikához, az ezotériához. Azt horoszkópokat oszt meg pénzenergiát, meg mosolygó buthát, meg lófaszt, látom, más nem látok a Facebook oldalán, csak a nevét, meg hogy ilyenek érdeklik. És akkor tudom, hogy én vagyok a csaló, aki őt be tudom húzni a csőbe. Ha még ránéz az én profilomra, azt látja az én profilomon, hogy ez az ember ateista, meg ez az ember szkeptikus, meg a szkeptikus társaságnak a csoportjába tag, akkor valószínű, hogy nem fog megpróbálni megkörnyékezni ilyen ajánlatokkal, mert tudhatja jól, hogy valószínűleg ki fogom röhögni. Tehát azért mondtam el csak ezeket, hogy nehogy azt így bárki is, hogy olyan nehéz, olyan misztikus dolog megszerezni bárkinek a személyes adatait. Annak idején volt a Spektrumon ez a sorozat, a Real Hustle, Schwindlerek volt magyarul a címe, nem tudom, volt vagy 8 évad belőle. És ott aztán bemutatták, hogy mit meg képes dolgozni a csaló azért, hogy kicsalja a pénzedet. Mindig. Tehát voltak olyan előkészítő munkák, ami hetekkel előtte kezdetét vette. Tehát amikor, tehát pontosan ilyen dolog, mint a beeltetés a telefonhívással, hogy amit már később nem fogsz tudni összekapcsolni egy másik eseménnyel. Tehát ilyen rengeteg volt, és igenis, nagyon körültekintően, nagyon sok nyomozati munkával belekotornak a múltadba, ha el akarják szedni a pénzedet, és meg fogják tenni. És el fogod hinni. Hogyha hajlamos vagy az ilyen misztikába hinni. Misztikumba.
De ugye azért hisz az ember ennek, mert hinni akar a lelke mélyén. Nincs is a hittel semmi baj, hogyha az embernek nem okoz anyagi kárt. De az ilyen szintű hit, ami már anyagi kárt okoz, ez már káros. Azért káros, mert nem lép életbe egy egészséges fék, hogy hoppá, ez baromság, hoppá, ez csalás, engem át akarnak verni. Értem az illetőnek, hogy volt Sherlock Holmesnak egy mondása, amit gyakran idéznek, nem tudom szó szerint mondani, de valahogy úgy hangzik, hogy ha kizárjuk a lehetetlent, akkor bármi is marad, bármilyen valószínűtlen is, az lesz a helyes megoldás. És ezzel csak arra akartam célozni, ugye, hogy Sherlock Holmesnak is voltak a ilyen misztikus természet feletti bűnügyei. Aztán a bűnügyek végén mindig kiderült, hogy nincsenek ám természet feletti dolgok, csak nagyon ravasz, agyafúrt, gazfickók, bűnözők vannak, akik el akarják hitetni, hogy itten természet feletti erők működnek. Na, és hogyha az ember egy kicsit kételkedik, akkor, és azt mondja, hogy ilyen nincsen, kérem, hogy 3-4-5-6 ezer évvel ezelőtti pálma leveleken meg van írva az én sorsom. Ez lehetetlen. Na akkor honnan tudják az én személyes adataimat? Hát akkor elkezdek gondolkodni, hogy hogy lehet ezt kinyomozni. Ugye, és bizonyos következtetésekre jutok. De, ha nem vagyok szkeptikus, hanem hívő vagyok, akkor be fogok dőlni, mert akkor egyszerűen nem kérdőjelezem meg ezeknek a dolgoknak a létét. Az egyszerű bizonyítékokat felsorakoztat, tudja a kedvenc macskámnak a nevét, amelyik nekem 10 éves koromban elpusztult, és akkor onnantól kezdve nincs szükség semmi másra, mert én hinni fogok neki. Tehát azért a hit az, hogy mondjam, azért káros, mert meggátol abban, hogy józanul végig tud gondolni ezeket a dolgokat. És szerintem ezt egy hívő ember is belátja, most amiket én mindent, amit elmagyaráztam itt, hogy hogy lehet itten kinyomozgatni, utána járni az embernek a személyes dolgainak. Tehát azért, hogy ne dőljünk már be olyan könnyen ezeknek a dolgoknak. A swindlerek megmutatták azt is, hogy például egy kis kuka búvárkodással el lehet lopni valakinek a személyazonosságát. Azóta, mióta azt láttam, én nem dobok ki semmiféle számlát vagy papírt úgy, amiről én beazonosítható lennék, mert néhány közüzemi számla segítségével hiteleket tudnak felvenni a csalók. Hogy kidobom a közüzemi számlámat, amin rajta van az én nevem, rajta van a lakcímem, a szolgáltatóm neve, meg még egy-két azonosító, mit tudom én, ügyfélazonosító kód rajta van, vagy valami, az már éppen elég egy-két számlával bizonyítani, hogy én hitelképes vagyok, lehet felvenni hiteleket, lehet igényelni hitelkártyát, mindig van olyan pénzintézet, bank, akármi, amelyik nem kér személyes megjelenést, tehát olyan hitelintézetnél kell igényelni. Hitelkártyát hamis személyazonossággal, ahol nem kell igazolnod magadat, csak egy-két számlával. És akkor pontosan jól meg fogják tenni ezek a közüzemi számlák, amit kibányásznak a kukából. Vigyázatlan emberek kukáiból. És akkor van, hogy ellopják a személyazonosságát, azt több tízezer dolláros, meg fontos ezért, számlát csinálnak másnak. És azt már utólag kurva nehéz bizonyítani, hogy nem te vetted fel a hitelt. Mert óvatlan voltál. Szóval a csalók azok mindenre képesek, és mindenre elszántak, és tessék, hogyha ha mindig van egy ezek, a szkeptikusnak az origója. Minél hihetetlenebb egy állítás, annál erősebb bizonyítékokat kell mellette felsorakoztatni. Ha ez már valami már kurvára valószínűtlen, akkor ott már kurvára erős, meg kurvára meggyőző bizonyítékok kellenek, és nem egy-két ilyen kocsmatrükk, amit a mentalisták csinálnak, mint a hidegolvasás. Mert ez kocsmatrükk. Semmi több.
Na. Igazából nem is erről akartam beszélni, csak már úgy látom, hogy 30 perce erről beszélek, nem ezt akartam mondani, hanem már akartam mesélni a mai napomat, de akkor arra már nem térek ki, semmi érdekes nem volt, minden flottul ment, már akit érdekelne, kimentem a munkahelyre, megkaptam az orvosi beutalót, elszaladtam tüdőszűrőre, szerencsém volt, mert elmúltam 40 éves, így nem kellett fizetni a tüdőszűrőért, de gyorsan elmentem az orvoshoz, alkalmassági papírt megcsináltam, az kész, ennyi volt, mese volt. Na. A pálma levelet meg, azt meg hagyjátok a pálmafán a francba. Na.